Köszöntöm Önöket, kedves nézőim, újra itt az Életre fel. Van, aki szerint zavaró, mások szerint pedig öltöztet a szemüveg. Most bemutatom Önöknek Dorka történetét, aki a szemműtét mellett döntött. Az első szemüvegemet 10 éves koromban kaptam, kontaktlencsére 14 évesen váltottam, tehát 12 éve hordok kontaktlencsét minden nap. Amikor 14 éves voltam, akkor anyukám megműtette a szemét, és én azóta elterveztem már, hogy megfogom én is egyszer. De ezt ugye érdemes akkor csinálni, amikor már nem nő az ember, és amikor már nem romlik a szeme. Hát ez nekem olyan 22 éves koromban megállt, és hát most jött el ez az alkalmas pillanat, amikor ideálisnak éreztem. Szemüveg és kontaktlencse nélkül egyáltalán nem látok. Tehát egyszer előfordult egy ilyen eset, hogy kimentem egy folyosóra, ahol ajtók voltak a folyosó két oldalán, és nem láttam az ajtókat a folyosón. Persze, hogyha közel megyek, akkor nyilván látom, de hát azért -7-es a szemem, úgyhogy a távol az már nekem közel van. Közelre jól látok, távolra nem, de mivel -7-es a szemem, ezért az azt jelenti, hogy már körülbelül ilyen távolságra nem igazán látok. Ezt remélem, hogy a műtét után teljesen elhagyhatom majd a kontaktlencsét és a szemüveget. Persze annak a kockázata megvan nyilván, hogy majd idősebb koromban, 40 éves kor fölött olvasó szemüveg kellhet, de hát ez ugye a korral jár, ehhez nem függ össze a műtéttel. Dorka már nagyon várja a szemműtétet, és azt, hogy végre örökre eldobhassa a szemüvegét, és ne kelljen többi a kontaktlencsével sem küzdenie. De előtte vár még rá az úgynevezett alkalmassági vizsgálat. Na de mit jelent ez pontosan? Az alkalmassági vizsgálat egy nagyon részletes szemészeti vizsgálat, több műszeres mérés történik, pontosan be kell mérni a páciens dioptria hibáját, meg kell mérni a szemnyomást, a szaruhártya adatait nagyon pontosan meg kell vizsgálni, a szem magasabb rendű hibáit is ellenőrizni kell, és nagyon fontos, hogy a szem mélyebb részeit is vizsgáljuk. Dioptriát rövidlátók esetében, tehát mínusz dioptria esetén 12-ig tudunk korrigálni. Távollátóknál, akiknek ugye a látása plusz dioptriával javítható, plusz 5-5,5 dioptria kezelés felső határa, és cilinderes hibákat is 5-5,5 cilinderig tudunk kezelni. A cilinderes fénytörési hiba általában abból adódik, hogy a szem felszíne nem egy szabályos gömb felszín, és emiatt a domboróbb, illetve a laposabb tengelyben nem ugyanaz a fénytörési hibája a szemnek, és a két tengely közti dioptria különbséget korrigálja ez a cilinderérték. Nem végezhető sajnos mindenkinek a lézerkezelés, vannak olyan szembetegségek, ilyen például a szürkehályok, zöldhályok, vagy olyan általános, ezek általában kötőszövetet érintő autoimmun eredetű betegségek, aminél nem végezhető a lézerkezelés. Az, hogy kinek milyen típusú lézerkezeléssel lehet a legjobb eredményt elérni, ez a lézerkezelés megelőző vizsgálati adatoktól függ. Függ a dioptriától, a páciens szaruhártyának a vastagságától és a szem mélyebb részeinek az állapotától is. Kontaktlencse viselőknél nagyon fontos, hogy a lézerkezelés előtt a lencse típusától függő ideig szüneteltessék a kontaktlencse viselést, mivel ez befolyásolhatja a mérési eredményeket. A lézerkezelést megelőző alkalmassági vizsgálat és maga a lézerkezelés egy napon nem történhet, mivel a vizsgálatkor pupillatágítás is történik, így viszont a kezelést tágpupilla mellett nem lehet elvégezni, ezért legkorábban a vizsgálatot követő másnap végezhető a lézerkezelés. Kedves nézőim, ahogy hallhatták, Dorkának még egy picit türelmesnek kell lennie, és néhány napot várnia kell még a műtétre. Bízunk benne, hogy a türelem ezúttal saslátást teremt. Hogy így lesz-e, az a következő adásban kiderül.